kiskoromban, ilyen 7-8 éves koromban volt először, amikor beleszagoltam abba, hogy milyen is a horgászat. Édesapámmal voltam kint az egyik Gödöllőhöz közeli tavon, és édesapám nagyon sokat járt abban az időben oda. Testvéreimmel, hugommal, illetve öcsémmel voltam kint, és emlékszem rá, hogy amikor kapás volt, akkor izgatottan ugrottunk föl. Apukámat nem is hagytuk igazából, hogy odaférjen a bothoz, és akkor kezdődött meg az első fárasztásom, ami egy ilyen kisebb amúr személyében lett meg. Annyira megfertőzött az idő, annyira megtetszett nekem, hogy utána mindig, amikor édesapám ment horgászni, én szerettem volna mindig menni természetesen, ugye amikor nem voltak meccsek, kiskoromban mindig vele tartottam, nagyon jó idők voltak ott ugye úgy megfertőzött maga az egész érzés, környezet, maga a horgászatnak a szelleme, minden úgy magába szívtam az egészet, és utána, ahogy nőttem, folyamatosan már egyedül is kijártam horgászni kedves barátaimmal. Hétvégeket voltunk, akkor még ugye több időm volt, viszont utána, amikor elkezdődött a profi pályafutásom, egyre kevesebb időt tudtam a horgászatra szakítani. Pécsre, amikor elkerültem, ott egy kicsit többet foglalkoztam úgy a horgászattal. Ott kezdtem először bojlizni, utána elkerültem Pápára, ahol komolyabban már csak bojlizva horgáztam. Sok sikerélményem volt, tehát már több 10 kiló fölötti halat is sikerült fognom, ami még egy lökést adott számomra, és végül itt határoztam el azt, hogy én a bojlizás mellett teszem le a voksomat, a hagyományos horgászat után. Utána, ahogy kikerültem Lengyelországba, ott is, miután megtanultam a nyelvet, így a kapcsolatok kitárultak, és egyre több horgásztóra tudtam eljutni. Nagyon szép halakat sikerült fogni ott is mérkőzések után, amikor a pihenő nap volt, akkor próbáltam ugye a hétközi stresszt, ugye a meccsen való koncentrációt, az edzéseken való folyamatos fókuszálást. Próbáltam egy kicsit kikapcsolni ezeken a szabadnapokon, így vártam a környezetnek a hívását. Mikor légiósnak álltam, utána nagyobb stressz, nagyobb elvárások voltak, és ezáltal próbáltam úgy kikapcsolódni, kizárni a labdarúgást egy kicsit, illetve ezáltal kipihenni magam, hogy a ponthorgászatban kerestem úgymond a menedéket számomra, ami teljesen ki is kapcsolt, teljesen feltöltött vadregényes tavakra, helyekre próbáltam eljutni, ahol tényleg átadtam magam a természetnek, és teljesen el tudtam különböztetni a labdarúgástól, és nagyon fel tudtam töltődni, ez adott egy újabb lökést annak, hogy elhatároztam, hogy a ponthorgászatban fogom kipihenni magam. Kerestem a vadregényesebb területeket, de ezáltal ugye a minőségi felszerelés az, amire szükségem volt, hiszen egyre nehezebbek voltak a pályák, ahol helyt kellett állni. És ugye itt találtam meg azt a márkát, amiben megtaláltam a számításaimat, mind felszerelésbe, mind ugye a ruházatba, a kényelemben, hogy tényleg ez egy feltöltődés legyen számomra, egy pihenés legyen számomra, és nem az volt a legfontosabb számomra, hogy a legeslegnagyobb halakat fogjam meg, vagy tórekordot fogjak esetleg, hanem az, hogy tényleg fel tudjak töltődni a heti stresszek után, ki tudjam magam pihenni, és minden egyes halnak, minden egyes kapásnak teljes szívből örültem, az egy kis adrenalin löketet adott, és tényleg utána úgy mentem vissza edzésre ezek után, a horgászatok után, hogy teljesen fel voltam töltődve, és így találtam rá a NES-re, ami tényleg minden egyes szegmensben a legjobb minőséget biztosítja. Évek óta figyeltem a nemzetközi munkásságukat, a hazai munkásságukat, és nagyon tetszett az a szemlélet, az a filozófia, amit ők képviselnek, és ez az, ami megfogott, ami ugye
ami miatt letettem a voksomat mellettük. Utána ponyhorgászatban is hazai vizekre elvesztem, egyre többet tudtam járni horgászni, amire szükségem is volt, ugye, hiszen nagyon komoly célokért küzdöttünk, így tényleg bő két hónappal ezelőtt megismerkedtem ugye a Nash Hungary csapatával, és aztán szót követett, és tényleg láttuk azt, hogy közös az útunk, és mind a ketten egy úton haladunk tovább, és itt jött az, hogy az én nagyon nagy örömömre csatlakozni tudtam a csapathoz, és tényleg nagyon örülök neki, hogy a szemléletünk az, amit én is egyénileg megtapasztaltam, az a csapatnak is ugyanaz a szemlélete, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy egy úton tudunk tovább menni. Következő szezontól azon leszek, hogy a lehető legjobb tudásommal segítsem a csapatot, hasznos tagja legyek a csapatnak, és biztos vagyok benne, hogy jövőre szép sikereket fogunk elérni.